Sziasztok! Ebben a videóban a tűzről szeretnék egy kicsit beszélni. Bocsánat, felvesztettem? Ja, felveszek egy tutoriát. Sziasztok! Ebben a videóban a tűzről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan működik, hogyan tudjátok használni. A túlélő részében nem nagyon szeretnék belemenni, ugye van ez a Flint and Steel, igen, bent van a tankos resource pack, azért van itt tank. Szóval van ez a Flint and Steel, és ezzel ugye lehet ilyen tüzeket gyújtogatni. Ha esik az eső, elalszik, a fán megterjed, stb. Tehát tényleg a túlélő részében nem szeretnék belemenni, ezt a legtöbben szerintem tudjátok, plusz ha túlélőztök, úgyis rájöttök. Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy a tűz, ez egy blokk. Láttam miatt, hogy sok ember azt hiszi, hogy ez entitás. Hát igen, szépen mozog, meg át lehet rajta sétálni, meg füstöl, meg tök jó, meg világít is, de ez blokk. Aki nem hiszi, járjon utána, nézzen bele a játéknak a kódjába, azt fogja találni, hogy ez egy blokk. Egy bizonyíték, a set blokkkal lehet tüzet lerakni, és ez azonosítója meglepő módon fire. Így, és leraktam egy tüzes set blokkkal, ugyanúgy a feel-el is lehet, ugyanis ez egy blokk. Van egy ilyen game rule, hogy do fire tick, ez azt jelenti, hogy terjedjen-e a tűz. Kalandpályákon ezt érdemes false-ra állítani, hogyha esetleg valahol tűz van, akkor ne égjen le a kalandpálya, szóval ez tök alap. Ugye tüzet kioltani úgy tudtok, hogy ott, ahol a tűzblokk van, oda a levegőt raktok, ugyanígy tudtok más blokkokat is kiütni egyébként. Most akkor így beleállok, mert itt van a parancs. Ugye azt kell bírni, hogy levegő blokkot rakok ide, és akkor nincsen tűz. Persze minden blokkot így lehet eltüntetni. Igazából a tűz blokkról úgy is tudtok mindent, túlélőben megtapasztalja az embert. A másik dolog, amit szeretnék még elmondani, és kapcsolódik a tűzhöz, hogy hogyan lehet azt irányítani, hogy egy mob felgyulladjon, illetve aludjon el. Bármint nem úgy, hanem hogy ne égjen. Minden entitásnak van egy fire tagje, ami azt tárolja, hogy hány másodperc múlva aludjon el, illetve ha negatív, akkor mennyi kell, hogy felgyulladjon. Tehát fire, és ha mondjuk 20, az azt jelenti, hogy 20 tick múlva, azaz 1 másodperc múlva fog elaludni, tehát ez ég. Ha mínusz 20, akkor nem ég, és ennyi kell neki, hogy felgyulladjon, ha a tűzbe van. És ugyanígy ennek a cuki kis malacnak is van ilyen tagje, tehát fel tud gyulladni. Ez az entity data parancs, ezzel lehet az entitásoknak a tagjait megváltoztatni. A következő paraméter, ez a kukac, aztán zárójelbe type egyenlő pig, ez a célpont, és én most a malac típusú entitásokat jelöltem ki. És most megadom neki, hogy a fire az legyen 20. És így ég, hopp, és el is alszik, mert kis számot adtam. Értem szerint, ha nagyobbat adok, mondjuk 200-at, akkor az elvileg 10 másodperc lesz. Ha bírja addig. És nem bírta. Ó, sült hús, a kedvencem. Ahogy mondtam, ez a tag entitásoknak van, tehát nem csak a mobok tudnak felgyulladni, hanem más is. Például a tárgy is felgyullad, csak olyan kevés az élet, hogy azonnal is pusztul. De lehet tűzálló tárgyat csinálni, mutatom is. Ezzel az entity data parancsal azt mondom, hogy a tárgyaknak legyen a health tagje, azaz élete 100. Így hiába dobom bele a tűzbe, nem látszik, itt van, vissza tudtam menni. Akár csinálhatunk tüzes hógolyókat is, ha az entity data parancsnál hógolyókat jelöljük ki, és hát a fire taget megadjuk valamennyinek, teljesen mindegy, ez ugye folyamatosan futni fog. Dan, és igen, fekete a hógolyó, mert bent van a resource pack. Szerintem nem fogja meggyújtani a malacokat, de megpróbálom. Nem, tényleg nem. Viszont lehet olyat csinálni, hogy a hógolyó közelében lévőket gyújtsa fel. Ez ugye ugyanígy az entity data parancsra lesz szükség, ezt így átmásolom. Csak itt kiveszem a feltételt, minden entitást gyújtson fel. És ugye ezt a hógolyóval kell lefuttatni. Tehát execute, aztán a célpont, az ugye a hógolyó, és azért nem minden entitást a világban, hanem csak a közelében lévők, mondjuk R1 egyenlő 1. Ez egyes sugarú körzetében lévő entitások, azokon legyen egy ilyen 60-as tűz. Tulajdonképpen így ez a parancs már fölösleges is, hiszen a hógolyó is egy entitás, és hát már saját maga közelében van, tehát saját magát is fel fogja gyújtani. És akkor most már fel kéne, hogy gyújtsa a malacot. Á, lehet, hogy nagyobb számot kéne megadni neki. Legyen mondjuk 2. Ez az. Az első esetben szerintem az volt a baj, hogy nagyon közel kellett lőni a hógolyót, és hát előbb szétesett a hógolyó, mint hogy felgyújtotta volna a malacot. Vigyázzatok, ez nagyon forró hógolyó. Ezt természetesen megcsinálhatnám akár bájitallal is, meg bármilyen entitással, ami eszembe jut, akár tárgyal is. Ilyen tüzes tárgyakat dobálok mondjuk ki. Ezt ki is próbálom, milyen lehet. Ugye annyi a különbség, hogy itt az Execute-nál a Snowball helyett itemet írok. Na lássuk. Ez a sült húsi nagyon forró, még vigyázzatok. Viszont a játékos nem lehet felgyújtani ezzel a módszerrel, tehát mutatom, itt állok az égő tárgy mellett, engem nem tud felgyújtani, játékoson nem lehet lefuttatni az Entity Data parancsot. Esetleg úgy lehetne a játékos felgyújtani, hogy mondjuk egy pillanatra megidéz egy tűzblokkot, csak az ugye azért veszélyes, mert mi van, hogyha valamilyen blokkban áll. Teszem azt mondjuk ezen a szőnyegen állok. Persze meg lehet úgy írni, hogy csak akkor rakja le, hogyha levegő van ott, viszont akkor így a szőnyegen nem gyulladok fel. Egyszer csináltam egy olyat, hogy égő nyilvesszőt idéztem meg a játékossal, és az felgyújtotta őt. Nagyjából ennyit szerettem volna, tehát bemutatni ezt a fire taget, hogy hogyan tudjátok használni. Egyébként ugyanígy, tehát azt remélem nem kell mondanom, hogy ha olyan hógolyót szeretnék, ami mindenkiről leszedi a tüzet, akkor nyilván egy negatív számot írok ide. Közben megcsináltam a játékos felgyújtós részt, gondolom úgyis ez lett volna a hozzászólásokban a leggyakoribb kérdés, úgyhogy gondoltam, megelőzöm ezt a dolgot. Ahogy mondtam, azt a módszert használtam, hogy a játékossal execute, egy nyilat idézek meg, arrow, és ugye attól gyújt meg, hogy a fire, az van rajta fire, most csak így 40-nek írtam be, illetve mozognia kell a nyilvesszőnek. Tehát ugye akkor gyújtja fel a játékos, hogyha belecsapódik, ezért ezt a motion részt is meg kell adni. Ez a motion azt mondja meg, hogy a nyilvessző a különböző tengelyek irányában milyen sebességgel halad. Tehát most itt a középső, azaz az Y tengely mentén azaz fölfelé függőlegesen repülne ilyen sebességgel, de mivel ott idézem meg, ahol vagyok, ugye ezek a hullámvonalak, ezért hát belém csapódik, mert magamban idézem meg. Utána, hogy ne maradjon ott a nyilvesszőn, meg is ölöm, és azért van itt ekkora késleltetés, és nem egy chain command block, mert ha a chain command block van, akkor nem gyullad fel a játékos, túl gyorsan eltűnik, kell egy kis idő neki. Sőt, ha ez az egyes állásban van, az is kevés idő. Úgyhogy megmutatom, csak átmegyek túlélőben, így meg vagyok gyújtva. Talán ha kisebbre veszem ezt az értéket, hogy akkor talán nem lök akkorát a nyilvessző, jó, azt még kipróbálom. Ó, meg se gyújt. Hát ez komoly. Szóval lehet kísérletezni az értékekkel, lehet, hogy úgy is meg lehet adni ezt, hogy chain command blockkal is ki lehet utána törölni. Igazából egyszer használtam ezt, és nem nagyon volt rá szükségem, tehát miért akarnám szegény játékos parancsból felgyújtani. De esetleg, ha valakinek szüksége van rá, ott lesz a leírásban. Na, szóval tényleg ennyit akartam, megmutatni ezt a fire taget, innentől kezdve remélem tudjátok használni. Ja igen, még az ellenőrzés. Na jó, van még egy dolog, amire gondoltam, hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni. A játék sort típusban tárolja ezt az értéket, ez nekünk azért fontos, mert ha test fort írunk rá, vagy bárhol máshol ugye scoreboarddal is lehet tesztelni, tehát teszteljük ezt a taget, akkor a érték után kell írni egy S betűt. Én most ugye a 20-as értékre tesztelem. Akkor mi történjen? Hát mondjuk, nem tudom, írjon ki valamit, say tűz van. Beállítom, hogy feltételes, csak akkor fusson le, ha sikerült a test for. És most valahonnan szereznem kell valami égőt. Ja, itt a malac, persze. Na most nagyon kíváncsi vagyok. Sikerülnie fog. A teszt ugye csak akkor fut le, és sikerült, ha pont 20. Tehát ezzel nem lehet minimum meg maximum értéket tesztelni, egy pontos értéket lehet. Szóval tényleg ennyit akartam, hogy van ez a FireTag, és egy-két példát, hogy hogyan lehet használni. Remélem kreatívak vagytok, és innentől kezdve bárhová tudjátok használni. Szóval remélem hasznos volt. A kézikönyv óvjon.